Az űripar, vagy akármilyen ipar, az pedig különböző valós, elsősorban mérnöki problémákat próbálnak megoldani. Hát az űriparnál ugye az egy nagyon-nagyon tág fogalom, ebbe belefér elektronika, űrjármű, műholdak, a GSE az földi kiszolgáló egységeknek fejlesztése, a szoftverfejlesztés és számos egyéb. Én azt gondolom, hogy mindegyik nagyon fontos. Elsősorban a kormány itt ülő képviselőjének én a figyelmébe ajánlom, hogy az űr, akármelyik oldalról nézzük, az nemzetgazdasági szempontból rendkívül fontos, az igazi high-tech-et képviseli, kitörési pontként szolgálhat. Magyarországon gyerekcipőbe jár, nagyon kevesen művelik, nagyon kicsi a foglalkoztatott létszám, a ráfordított összeg, mindenben mondjuk úgy, hogy hátul kullogunk. Elnézést kérek van, amikor angol feliratok lesznek a dián, de ezt megpróbálom majd lefordítani. Ami igazából különbség a kutatás és az űripar között, itt jól látható, az egyik pénzt hoz, a másik pénzt visz rövid távon. Az űrkutatás és a kutatásoknak az eredményei publikusak, itt jól láthattuk itt az előző előadásokban is, hogy mindenki igyekszik elbüszkélkedni azzal, amire jutott. A különböző ipari fejlesztések azok pedig nem publikusak. Ezért aztán nem is annyira egyszerű előadást tartanom a különböző eredményekről, hiszen ez mindegyik bizalmas információ. De megpróbálom azért elmondani azt, amit gondolnék. Itt ezen az ábrán az látható, hogy mondjuk úgy, hogy egy szatellit vagy akármilyen űrbe kerülő berendezésnek milyen életciklusai vannak. Különböző fázisok láthatók, az A fázistól, amikor a koncepció felmerül, az F fázisig, amikor a megsemmisítésről is gondoskodni kell. Magyarország, pici ország, nem nagy hatalom ezen a téren, nagyjából nekünk itt a CD fázisba a tervezésnél, kivitelezésnél lehet szerepünk. Itt van az a picike esély, ahol be tudunk csatlakozni a nemzetközi vérkeringésbe. És a magyarországi cégek, én az űripar esetében cégekről beszélek, és nem egyetemekről, kutatóintézetekről, azok, akik részt tudnak vállalni ebben. Természetesen itt is beszállítói láncok alakulnak ki. Van egy fővásárló, ezek elsősorban államok, és a legnagyobb kivitelezői a nemzeti és nemzetközi űrügynökségek, ESA, NASA. Utána egy prime-ot, egy úgynevezett multit, a hétköznapi szóval egy nagy céget választanak ki, aki az egészet megépíti, és utána darabolják tovább a feladatokat, kicsőségek, alvállalkozók és beszállítók vannak a sorban. Természetesen nagyon-nagyon szigorú technikai és minőségbiztosítási követelmények vannak. Aki Európában dolgozik az ESA-nak, annak az ECSS követelményrendszert kell betartania. Hogy ez mennyire bonyolult, vagy mennyire nehéz, arra készítettem a következő ábrát. Ugye, hogy az SME az egy kisvállalkozásnak az európai, mondjuk úgy, hogy kifejezése. Működhet úgy, hogy nincsen semmilyen követelmény, hogyha bevezeti az ISO 9001-et, ezt már talán mindenki hallott, az mondjuk úgy, hogy egy nagyságrenddel megnöveli a minőségbiztosításra fordítandó energiát és pénzt. Ha egy valamilyen repülőgép ipari minőségbiztosítás vezet be az emberek, az még egy nagyságrend, és hogyha az űriparba akar kerülni, akkor innen mondjuk még 2-3 nagyságrend az, amit ezen felül be kell fektetni ahhoz, hogy valaki meg tudjon felelni a követelményeknek. Itt nem szakmai tudásról beszélek, hiszen Magyarországon kiváló elméleti szakemberek vannak, és kiváló mérnökök, hanem az a körítés, ami kell ahhoz, hogy egy magyar cégnek, vagy magyar akármilyen szervezetnek a produktumát átvegyék. Egy ISO 9001-es követelményrendszer az 20 oldal, amin le van írva, aminek meg kell felelni, az ECSS az több ezer oldal, amit mindenképpen át kell venni. A következő diákon megpróbálom bemutatni, nem tudom, hogy mennyi időm van még, 3 perc, azt, hogy mitől drága egy űripari alkatrész. Nem tudom, emlékeznek rá, régen volt valamelyik szilveszteri műsor, amikor egy fotelt szétszedett valaki, hogy mi a fene kerül valami olyan sokba egy fotelen.
Tulajdonképpen sokféle űripari alkatrész van. Amiről én szeretnék beszélni az az, hogy mi a Sentinel-2 műholdhoz gyártunk több száz alkatrészt, ezek egyszerűen fémből készülnek, valamilyen módon ezeket meg kell munkálni, valamilyen felületbevonással kell ellátni, valamilyen tesztelés alá kell vetni, és végül is valamilyen módon át kell adni a megrendelőnek. Miért olyan drága? Hát nem az alapanyag miatt. Ezek az alapanyagok, kis túlzással azt mondom, hogy boltban kaphatóak, Magyarországon nem, de mondjuk Európában már talán, Amerikában leginkább, onnan kell beszerezni. És itt csak felvázoltam egy térképet, hogy mik azok a dokumentum típusok, amikkel körbe kell bástyázni egy valamilyen hardvert. Dokumentumok százai keletkeznek, egy egyszerű gyufás katujányi valamilyen tök egyszerű alkatrészhez is. Természetesen ezeket angol nyelven kell előállítani, amiket a megrendelő nagyon-nagyon alaposan átnéz. Ezt a diát átugrom, mert szeretnék egy példát mutatni, hogy hogyan néz ki egy ilyen fejlesztés, vagy hogyan lehet ezt az egészet elképzelni. Kezdetben vala a kiírás, amikor is a megrendelő meghatározza azt, hogy ő mit szeretne kapni. Ezek különböző követelmények formájában jelenik meg, szöveges és rajzos követelmények formájában. Mondjuk azt, hogy kell tervezni egy ilyen valamilyen alkatrészt, fémből van, nem mondják meg, hogy miből, adnak hozzá egy egyszerű rajzot. Ennek az egy alkatrésznek, amit konkrétan mi tervezünk, 400 darab követelménynek kell megfelelni, ezek sokszor egymásnak ellentmondanak. Itt egy párat felsoroltam. Funkcionális követelmények, hogy 18 elektromos csatlakozót, aminek nagyon-nagyon pontosan előredefiniált helye van, kell tudni hozzá csatlakoztatni. Olyan felületének kell lenni, amiről semmi nem párolok ki, nagy vákumban se. A merevségének 150 Hz felett kell lenni, maximálva van a tömege természetesen. Garanciát kell vállalnunk arra, hogy pályára állítás után 12 évig ez az űrben működik. A szervizelése nem olyan egyszerű. Nem szabad megsérteni az allokált térfogatot. Sok mindennel összhangba kell lenni. Van például egy olyan követelmény, hogy a felületi tisztaságának, a felületen lévő szénhidrogén molekulárisnak a száma vagy mennyisége, az 0,5×10⁻⁷ gram per négyzetcentiméternek kell lenni. Ezek mind-mind olyan követelmények, amiket csak példaként felsoroltam, aminek meg kell felelni, és nem bemondásos alapon. Tehát minden egyes fizikai tulajdonságot meg kell tudni mérni, és dokumentálni kell. Gyakorlatilag, ami készül, abban a térfogatban egy valami ilyesmi alkatrész, ami ott az ábrán látható, rengeteg sok dolgot kell hozzá szállítani természetesen, magát a hardvert, prototípusokat és számos-számos dokumentáció tartozik hozzá. És tulajdonképpen emiatt a dokumentum halom miatt lesz egy hardver, igazából ült hardver. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az egy kis alkatrészhez, körülbelül 2500 oldalnyi dokumentum tartozik, rajzok és modellek nélkül. Itt még azt szeretném megmondani, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy szerintem Magyarországon, de sehol másott is önállóan sikereket elérni nem lehet. Mindenféleképpen kell csapat, kell hozzá összefogás. Jelenleg ebben a projektben mi 30 beszállítót foglalkoztatunk, 30 beszállítónak adunk megrendeléseket úgy, hogy ezek többsége magyar, kezdetben egyikük se tudta teljesíteni ezeket a követelményeket. Idővel, egy közös tanulással talán eljuthatunk odáig, hogy Magyarországon egyre több olyan vállalkozás lesz, aki az űripari beszállítói láncnak valamelyik pontján be tud kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, és ezáltal talán egyre szignifikánsabb mértékben a Magyarország által termelt javakhoz egyre nagyobb mértékben hozzá tud járulni. Köszönöm szépen a figyelmet!